Igazi világszenzációról számoltak be a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrumának orvosai. Egy 31 éves agyvérzés után klinikai halál állapotába került nő 15 hetes magzatát az anyja méhében hagyták hónapokkal ezelőtt, majd a nyáron császármetszéssel világra segítették. A kisbaba már otthon van a családjánál, az orvosok pedig ma számoltak be a világon is ritka teljesítményről. Az anya ráadásul a szervei átültetésével további 4 ember életét mentette meg. Ezeket a felvételeket a Debrecen Egyetemtől kaptuk arról a 31 éves nőről, akinek 15 hetes terhesen kapott agyvérzése után 2 nappal agyműködése leállt. Az orvosoknak ekkor kellett dönteniük arról, hogy mi legyen a magzattal. Számos kihívás volt. Az első kihívás az volt, hogy egyáltalán mi legyen az agyhalott édesanyában a gyerekkel. Hogy van-e jogunk, van-e lehetőségünk annyi ideig életben tartani ezt a gyereket, hogy egészségesként világra tudjuk hozni. A családdal is megbeszéltek mindent, és úgy döntöttek, hogy a kisbabát megpróbálják megmenteni. Az senkiben sem merült fel egyszer sem, hogy feladják, pedig a rendkívüli terhesség számos komplikációval nehezítette a dolgát az orvosoknak, hozzátartozóknak. A kezelés minden fázisát, azt, hogy hogy áll az édesanyja állapota, folyamatosan megbeszéltünk. És ezt követően, amikor már az édesanyját elveszítettük, akkor pedig a gyermekért való küzdelemben is nagyon szoros együttmunkát végeztünk a családdal. A kisbabát a 27. héten császármetszéssel hozták a világra, 92 napig küzdöttek érte Debrecenben. A világon ez a harmadik leghosszabb olyan eset, amikor az anya agyhalálát követően a lehetőség volt arra, hogy a méhében kihordja a születendő gyermeket, és nagyon nagy figyelemmel 11 különböző szakma orvosai folyamatosan mellette álltunk, napról napra követtük, illetve szabályoztuk az eseményeket. A baba még a nyáron a családjához került. Édesanyja szerveinek átültetésével még 4 embernek adott reményt, hogy életben maradjanak.